Az 5 és 11 éves gyerekek koncentrálva és szorgalmasan gyakorolnak az operaház harmadik emeletén, a balettteremben. A Magyar Állami Operaház Solymosi Tamás szakmai irányításával klasszikus balett előkészítőt indított el. Három balettmester képzi a fiatalokat. Most ez egy újdonság, ez meglepő Magyarországon, hogy ugye az egyeduralkodó Magyar Táncművészeti Egyetem mellett egy másik színvonalas képzést indítanak. A képzés nagyon népszerű, annyian jelentkeztek, hogy az oktatás egyszerre két korcsoportban indult el. Kemény a munka, de az itt tanuló gyerekek kifejezetten örülnek a lehetőségnek. Tetszik az opera? Igen. Szerettem. Én szerintem nagyon jó. Szerintem nagyon jó. A mostani metodika, amit kidolgoztunk, az ugye a klasszikus balett alapjaira épül, de nem olyan nagy dózisban, nem olyan nagy mennyiségben kapják, mint a táncművészeti főiskolák, hiszen fiatalabbak, tehát csak az előkészítés szintjén vannak. A mestercsapat egy eddig nem alkalmazott új elemet emelt be a klasszikus balett oktatása mellé. Tehát azért van a ritmikus sportgimnasztika, hogy legyen egy mester, aki kimondottan a törzs izmainak a megerősítésével és a tágítással foglalkozik. Fajtné Túróci Zsuzsanna a ritmikus sportgimnasztika területéről érkezett a balettmesterek kérésére. Úgy gondolták az itteni vezetők és szakemberek, hogy a gimnasztikai képzésnek a balettképzésben is helye van. Én szerintem nagyon helyesen gondolták, hogy a gimnasztika jó hatékony hatása nem csak a balettban, a balett mozgásanyagában jelentős, hanem én arra esküszöm, hogy az összes sportágnak egy nagyon nagy plusz adalék lehetne. Azt vallom, hogy a gyógytestnevelés is hasonló mozgásanyagokat használ, ezért én állítom, hogy az egészséges testfejlődéshez általában elengedhetetlen a gimnasztika alkalmazása. Az évről évre bővülő balettrepertoár komoly lehetőségeket ad a tehetséges, színpadra már érett kis táncosoknak az Operaházban vagy az Erkel Színházban. Voltunk már ötörülve. Én bevittek egy ilyen szánkóba. Nekem, engem meg egy talicskán. Nagyon jó, már a dületerőben is felvettek minket. Nagyon jó ide járni. Engem is felvettek a dióterőbe. Töltöm a fakutyát. Az elmúlt évadban táncoltak még a Kalózban, a Hattyúk tavában és a Manonban. Legutóbb a Vágy villamosa című darab ős bemutatóján láthattuk őket. A képzés fontos lépés a későbbi balettáncos pályához, ahhoz, hogy színpadhoz, közönséghez szokjanak a kicsik. Persze az oktatókban is motoszkál a kérdés, hová jutnak el a kis balerinák pár év múlva. Ez nagy kérdés, ugye? Ez mindig talány, hogy amikor egy gyerek elindul ezen a pályán, hogy meddig tud eljutni. Nagyon érdekes a szakma, mert sokszor van az, hogy egy gyerek nagyon ígéretesen kezdi, és végül, aki kevésbé ígéretes volt, a nagy szorgalma miatt leelőzi ezeket a jobb, úgynevezett jobbakat. A 2017-18-as évadban is folytatódik a balett előkészítő. Szeptembertől nagyobb létszámban, hiszen újabb gyerekek kapcsolódnak be az oktatásba, és természetesen találkozhatunk velük a színpadon is.